A Kefag ZRT és a Szabadságharc 1848-1849 alapítvány nemzeti ünnepünk tiszteletére március 15-én ünnepi megemlékezést tartott a Kecskemét melletti Nyíri erdőben. Egy hosszúnak tűnő kihagyás után mégis olajozottan működött a rendszer, alajozottan sikerült megmozgatni mindenkit, a barátainkat, a hagyományőrzőket, a munkatársak, a kollégák, le a kalappal a kollégák előtt. Nagyon profin összerakták ezt az egész műsort, amit pedig rögtönözni kellett, nagyon profin rögtönöztek. Sejtettük, hogy ki van éhezve a társadalom erre, és nagyon hálásak vagyunk az égieknek is, hogy ilyen szép, kegyelmes idővel szolgálták az eddigi műsort, és most már nyugodtan leszakadhat az eső is. Kívánom, hogy így legyen. Nagyon-nagyon rászorulunk erre is, de nem panaszkodhatunk. Tehát ez idáig is egy nagyon szép kerek nap volt. Az érdeklődők a puskaropogástól és ágyúdörgéstől hangos és látványos Élő Történelem című bemutatót is megtekinthették. Ez a hagyomány, ami itt őrződik és visszük tovább, ez több rétegből áll. Az egyik hagyomány az maga az 1848-49-es szabadságharc, aminek az Alföldön éppen olyan nagyon sok nagy eseménye nem volt, de az alföldi paraszt gyerekek, akiket besoroztak, meg akik önként jelentkeztek, meg a betyárok, meg a mindenféle olyan ember, akinek valamiért fontos volt a magyar szabadság, az beállt a seregbe, és nem az Alföldön, más vidékeken harcoltak, ameddig tudtak. Aztán ugye egyszer sajnálatos módon eljött a vég, de az egy másik nap, amit én sose tartottam ünnepnek. Ünnep az a március 15-e, mert az volt a forradalom születése, abból indult ki minden. Ez az egyik síkja, a másik síkja meg az, amit az alapítvány alapítója, Boldogul Szujovszky László erdész és a családja ebbe beletett az évtizedek során, már jóval a rendszerváltás előtt is, már itt minden március 15-én volt egy kis ünnepség. Olyan is volt, hogy a Besenyei Ferenc, akinek a közelben volt a tanyája, ő szavalt. Azt, hogy ide, erre el tudjan jönni azok az emberek is garantáltan és kötelezően 15-én, akik itt dolgoztak, Laci kitalálta, hogy akkor termelési tanácskozást tart március 15-én, és akkor ezért nem dolgoznak az emberek, itt összegyűlnek, és hát ez, ha már itt vannak, akkor ugye ezt is megünneplik. Hát egy kicsit megmorogták, mikor rájöttek a turpisságra, de aztán persze ledolgozták ezt a napot. Ennek kapcsán, hogy itt sok mindenki támogatta ezt kezdettől fogva, azok a honvéd hagyományőrző csapatok, amik közül az egyiknek én magam is tagja vagyok, rendszeresen eljönnek, és olyan kis finom csatajeleneteket mutatunk be, ami miatt még többen eljönnek, és akkor szép csöndbe a két dolog úgy össze tud kapcsolódni, a látványosság, annak a tartalma és annak az üzenete. És ez ezért nagy dolog, hogy ez itt van. A civileknek meg kell mutatni az erdész elődök munkáját, hisz ahol vagyunk, ez Kecskemét város határának egyik legnagyobb egybefüggő erdőtömbje, több mint 2000 hektár a nyíri erdő, és tényleg nagyon jó az, hogy az emberek megtapasztalják egyrészt azt, hogy van egy ekkora erdővagyon, másrészt meg idefele jövet azért látják azt, hogy ez az erdővagyon gyarapszik. Sokat tettek azok az erdészek, akik ezt a Dunatösziközi homokot megállították erdősítéssel, fásítással, kezdte Kán Károly 1920-as években, és folytatták utána a II. Világháború után. Célunk az, hogy ne csak a Dunatisza köze, ne csak az országnak egy-egy szeglete, hanem az egész ország egy élhető környezet legyen. Erdőt telepítünk, és ezen jó úton haladunk, hiszen, ahogy mondtam, már 43 ezer hektárnyi erdőtelepítésre adtak be pályázatot a gazdák, amit már jóvá is hagyott a Magyar Államkincstár, úgyhogy mi abba bízunk, hogy egy kicsit csapadékosabb lesz a tavasz, akkor most be is fejeződik ez most tavasszal egy része, de ősszel újra folytatjuk és növeljük az ország erdővel és fával bajlított területét.